Szebbnél szebb helyeket járok, barátom. Ma a hegy alján jöttem keresztül. Szerencsnél legszebb a kilátás. Délre hosszú rónaság le egészen a Tiszáig. Keletre az egykori tűzokádó, a Tokai hegy, mely magában áll, amint a hadsereg előtt a vezér, ott áll magas fejével, kék köpönyekben, komoly méltósággal, tövében tarcalvárosa. Északra a többi hegyaljai hegyek hosszú sorban, alattok tája és mád. E városokban laknak, e hegyeken az öröm istenei. Innen küldik szét a világba apostolaikat, a palackba zárt aranyszínű lángokat, hogy prédikálják a népeknek, hogy e föld nem síralom völgye. Ezen hegyaljának Tokaja címere, hegyaljai bornak ugyan hop mestere. Minden országoknál mappán van a neve, mely magyar bort iszik, Tokajt említ erre. Tokaj hegyalja. Kis tájegységből vált fogalommá, túlmutat földrajzi határain. Az Abaúj-Szántói Sátorhegy, a Tokai Kopaszhegy, valamint a Sátoraljóújhelyi Sátorhegy háromszögében elterülő vidék nem csak az itt élők sajátja. Sokkal több annál. Magyarország szíve, melyre gondolva melegség jár át mindenkit éljen bár határainkon belül, vagy azokon túl, amely bortermelés és kultúra összefonódásából évszázadok hosszú során született, formálódott és gazdagodott. Megszerezte halhatatlan történeteit, legendáit, elnyerte mai méltán nagy hírnevét, jelentőségét. Így vált Tokaj hegyalja a világörökség részévé. Ha Zemplén vármegyét az utas vizsgálja, itt vagyon a jó bor, s az azt termő hegyalja. Liszka, Tokaj, Újhely, Mád, Keresztúr tája, Lelesz, Tarcal, Patak, Múzsák oskolája. De hol, mikor és hogyan kezdődött Tokaj hegyalja története? Azt, hogy kiküldették be legelőször Tokaj hegyalja kincseket adó lejtőit szőlővel, azt mindmáig nem lehet teljes bizonyossággal tudni. Meggyőzőnek tűnik viszont az a feltevés, miszerint már a honfoglalás előtt volt a vidéken szőlőtermelés, s a tőkék művelése itt is abban a korban kezdődött, amikor Pannóniában még a rómaiak uralkodtak. Ezt bizonyítja számos, még az ókorból származó lelet, például cserépedények, szerszámmaradványok. Nincs arról írásos bizonyítékunk, hogy amikor honfoglaló őseink megérkeztek a vidékre, találtak-e itt szőlőt, arra viszont igen, hogy Tokaj hegyalja már a 10.-11. században is kedvelt vidék volt. A bodrog keleti oldalán ugyanis jóval több ebből az időből származó temetkezési helyet tártak föl. A térség központjában földvárat emeltek, mely a Hímes udvar nevet kapta. Az azóta várossá bővült települést ma Tokajként ismerjük. A név lehet a török uralom öröksége, ótörök jelentése folyómenti erdő, de felvetődött a szláv vagy magyar eredete is. A magyar bortermelés a 11. századra már fontos szereppel bírt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint államalapítónk, Szent István király intézkedései. Számos törvényt és kötelezettséget vezetett be országa és hatalma megerősítése érdekében, melyek között szerepelt a tized, melynek megkülönböztetett részét képezte a bortized. Feltételezhető, hogy az ország különböző tájairól érkező borok közt ott sorakozott a hegyaljai is. Ugyanakkor e vidék bortermeléséről szóló első hiteles említést egy 1251-es dokumentumban, a Túróci prépostság alapító levelében találunk, ám ez már egy másik korszakot jelöl a hegyaljai bortermelésben. Az 1100-as évek végén Nyugat-Európának a mai Belgium-Luxemburg magasságában fekvő részén, akkori nevén Lotaringiában rossz idő járt a vallon szőlőtermelőkre. A szőlő e vidéken még valahogy megterem, de jó bort nem ad. Ebben az időben a szállítás és így a kereskedelem, ezáltal pedig az egész gazdaság kisebb forradalma következett be Európa fejlett országaiban. Az igás fuvarozás szélesebb elterjedésével ugyanis intenzívebbé vált a szárazföldi forgalom. Ennek következtében a jobb dél-francia mediterrán bor eljuthatott oda is,
ahol korábban kényszerűségből csak a helyben szűrt gyenge borokat fogyasztották. Ebből következett az első eset, hogy Magyarországra nagyobb számú idegen parasztot telepítenek. Ez volt a tönkrement vallonok egy csoportjának a hegyaljára hozatala, akiket a helybéli lakosság tévesen olaszoknak tartott, s ezt a tévedést őrzik jelenleg is Olaszliszka, illetve Bodrog-olaszi település nevei. A tokai bor minőségét, utánozhatatlan aromáját, a vulkánikus talaj, a fajták, több furmint, kevesebb hárslevelű, és esetleg valamennyi muskotáj, a szőlőt érlelő mikroklíma, a bort érlelő pincék és hordók, valamint a termelők szakértelemmel végzett munkája együtt adják. Mindebből a messziről jött vallonok a szakértelmet hozhatták. Az itteni sajátos nemes rothadás következtében természetes töppedésen átment szőlőszem külön felhasználása olyan párját ritkító ital különlegességhez juttatta ezt a vidéket, amely az érlelődés közbeni többszöri átfejtésen kívül semmi beavatkozást nem kíván. Természetes folyamatok eredménye. Nem lepárlással készül. A hegy alján az 1600-as évek közepén helyi leleményként terjedt el az aszókészítés tudománya. És bár később eljutott például a Rajna vidékére is, igazán meghonosodni sehol a világon nem tudott. A hegy alján általánosan elterjedt legenda szerint 1631 húsvétján ajánlotta fel az első aszút Sepsi Lackó Máté pap Lorántfi Zsuzsannának Sátor Aljaújhelyben. A szőlő az Oremus dűlőből származott. A tokai bor közel 500 éves kultúrhistóriájának egy része a tokai szőlő és bortermelés kialakulása, az ehhez fűződő különféle népi és irodalmi hagyományok, illetve az irodalomban, a tudományban, a zenében, illetve más társművészeti ágakban megjelenő manifestumok. Körüljárta Bakhusz az ő birodalmát, hogy hol találná meg a föld legjobb borát. Végre is hát eljut Tokaj vidékére, hadd lássa, mit tesznek ott tiszteletére. Elmegy Tarcalra a magas szarvas hegyre, mély gyönyörrel néz le Tokaj vidékére. Nemes bor terem itt, minőt más föld nem ád, majd megadja Tarcal Tokaj tolcsva meg mád. Hát, amikor látja, csak hogy el nem ábul, hiszen Zemplén megye hideg helyre szorul, s mindennek dacára csoda, amit erem, nem csoda, hogy Tokajt mégiscsak szeretem. Itt dogálva Bakhusz gyakran a pohárból, íj ítéletet hoz Tokaj jó boráról. Champagnyát gondoztam, kioszt meg szerettem, de isteni székem csak Tokajba teszem. A tokai baksus kultusz Magyarországon és a világon egyedülálló folklór hagyományt teremtett. Kialakulása a 15. századi humanista irodalomra vezethető vissza, ezzel függ össze például az aranytermő szőlők legendája, melyet olyan hírességek terjesztettek, mint Galeotto Marzio, Ranzano, Paracelsus, és értekezett róla a tudós Bél Mátyás is. A Bacchus kultusz kialakulásának egy másik iránya egy népi polgári hagyomány, mely az antik Bacchus isten személyét hordón ülő magyar huszár képében képzelte el, és Baksusnak nevezte. Ennek a folklór hagyománynak mindmáig élő elemei vannak hegy alján. A tokai bor irodalomban való megjelenése úgy szintén a 15. századtól kezdődik, és mindmáig kimeríthetetlen ihletadó témája ezen művészeti ágnak. Mind a latin nyelvű irodalom Marotti Imre, Timon Sámuel, mint pedig a mellette kibontakozó magyar nyelvű költészet, például Csokonai, Kazinci, Petőfi és mások, sokféle variációban énekelte meg a hegyaljai nedűt. Ezen kívül a tokai bor nemzetközi hírnevét az európai irodalom is terjesztette. Bár a bortermelés elég hamar virágzásnak indult a hegyalján, Tokaj hegyalja ennek ellenére csak jóval később. A 16. századtól fonódik össze szorosabban a kor kulturális életével. Ekkor kezd kialakulni, majd válik ismerté az a mondakör, mitológia, mely a tokai borvidék és a borok köré fonódik. Felmerül a kérdés, hogy miért pont ekkor.
választ történelmi földrajzi összefüggések adnak. 1526 előtt az ország legkiemelkedőbb borvidéke a Szerémség volt. Korabeli monográfiák még e vidéknek a borait tartják a legjobbnak, de elismerik a tokai kiválóságát is. A török megszállás miatt viszont a Szerémség az Oszmán Birodalom fennhatósága alá került. Így lett Hegyalja hazánk legjelentősebb bortermőtája. A tokai bor köré fonódó mitológia kialakításában és terjesztésében meghatározó szerepe van a neolatin irodalomnak. Egészen a 18. századig ugyanis ez a fajta kultúra az egyetlen, amely képes közvetíteni Magyarországról a világ felé. Gyökerei az európai reneszánsz egyik központjából, Mátyás király udvarából erednek. Ide érkeztek ugyanis azok a tudós humanisták, akik saját kulturális örökségüket ültették el a tokai hegyaljai történetekben és mítoszokban. Akik elsőként énekelték meg a vidék áldott adományainak különleges voltát, jótékony hatásait, s kapcsolták ezeket össze saját kultúrájuk meséivel. Ilyen például az aranyvessző legendája, mely a 15. századtól kezdve terjedt el, főleg Külországban. Az aranyszőlő legendájával legelőször Galeotto Marzionnál találkozhatunk, de Pietro Ranzano is ír a saját szemével is látott aranyvenyigéről. Marsilio Ficino pedig egyenesen Mátyásnak ajánlja művét, melyben ír a folyékony arany elkészítésének módszereiről. Az iható aranyról ugyanis kiderült, hogy gyógyító hatással bír, sőt minden betegségre jobb, mint bármilyen más orvosság. Paracelsus, a jeles orvos és alkimista 1524-ben járt Magyarországon, és tanulmányozta ezt az értékes nedűt. A gyógyító hatású iható arany elméletét később megdöntötték. Veszprémi István debreceni tiszti főorvostól származik az aranyvessző mítosz legteljesebb áttekintése és egyben legjobb cáfolata. De ez sem volt elég ahhoz, hogy az aranyvenyigét világot hódító útjáról eltérítse, ami így igazi hungarikummá vált. Egy legenda szerint a tokai bor világhírneve az 1562-es tridenti zsinathoz kapcsolódik. A történet szerint Draskovics György egy ebéd alkalmával tájai borral kínálta a 4. Pius pápát, aki a zamatos nedűtől elragadtatottan kiáltott föl: Pátrem, sanctum talia vina decent. A gondolat kétféleképpen is fordítható. A pápához az ilyen borok illenek, illetve a pápához tájai borok illenek. A szójátékot a jeles humanista Bokácius János foglalta epigramma soraiba. Költészete azonban nem csak megörökít. A Bacchushoz fűződő termékenységképzetet is beleágyazta a bort megörökítő verseibe, és ezzel Tokaj hegyalja jelképét mítikusra színezi. Több mint 100 évvel később az osztrák származású nagyszombati jezsuita tanár Schetz Péter ezt a szint megtartva használja fel a termékenységi eszményt és Bacchus személyét. Egyéni mítosz teremtésével valósággal iskolát hoz létre. Történetében az istenek Hungáriát olyan termékeinek gondolták, hogy székhelyüket otthagyva Pallas, Flóra, Cérész és Bacchus magyar földre telepedtek. Ám az út során egyik szolgálójuk, aki az italként szolgáló aranyat szállítja, megcsúszott, és a folyékony aranyat Tokaj hegyére öntötte. A hegyen addig nem termett szőlő, ám a talaj beitta az isteni nedűt, és ettől a balesettől fogva a földkerekség legfenségesebb nedűit adják a hegylankái. Ez a jezsuiták alkotta világ a protestáns művészetben is helyet talált. A nagyműveltségű hódmezővásárhelyi református prédikátor és esperes Szőnyi Benjamin, akinek alakja nem csak a korai protestáns egyháztörténetben meghatározó, de a tágabb körű művelődés történetben is, szintén foglalkozott műveiben a tokai hegyaljai termékenység eszmekörrel. Versgyűjteményében Magyarországot olyan helyként ábrázolja, ahol az embereknek minden lehetőségük megvan a tökéletesen teljes és boldog életre. Csak ki kell használni a lehetőségeket. A megújulási mozgalom adott lehetőséget arra is, hogy az antik kultúra tisztelt,
ugyanakkor pogány hitvilágának elemei a 18. századra beépüljenek a keresztény művészetbe. Ennek a legtökéletesebb példája Kölcsey Ferenc himnusza, melyben szerepel a sor: Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél. A nemzet sorsának jobbra fordításáért Istenhez való könyörgésben a tokai bor az úrtól kapott áldás, melyet Kölcsey a versben nektárként nevez meg, mintegy befejezve ezzel az antik hagyomány beépülését Tokaj hegyalja történetébe, történelmébe, létrehozva egy új dimenziót, mely az antik és a keresztény hitvilág elemeit egyesíti. A reneszánsz évei alatt a bor mitológiája tehát beépült a lírai és az epikus irodalomba, és a barokk századai alatt egyre nagyobb súllyal bíró színjátszás sem maradt mentes az ihlető nedű hatásától. Mind a protestáns, mind a katolikus egyház használt morális példázatokat hívei megszólítása érdekében. Később jelentőssé váltak a társadalmi és politikai színezetű előadások is. A mitológiai témák megjelenése különösen a jezsuita színjátszásban volt népszerű, s azon belül is leginkább a latin nyelvű játék terén. Mivel kezdetben e téren a nevelési szándék volt a legfontosabb, egyáltalán nem meglepő, hogy a mitológiai példázatok előadása virágzott az iskolai pódiumokon. Legkedveltebb műfaja a certámen, azaz vetélkedés, verses vita volt. Talán a legismertebb ebben a műfajban Lyaios és Tétis, vagyis a bor és a víz disputája, amelyben az író lelke a bortól illuminált állapotban az égbe szárnyal, ahol tanulja lesz Tétis és Lyaios égiek előtt zajló perének. A bor győzelmét nem csak a tökéletes érvelés hozhatja meg, hanem a keresztény vallásban való szerepe is. A bor ugyanis nem csak Krisztus csodatételeinek meghatározó eleme, hanem a megváltó értünk kiontott vérének jelképe is, s ezt a szerepet az egyház karjai alatt képtelenség bármilyen érvel megdönteni. Mi jobb ízű vajon a jó borocskánál? Mi becsesebb edény a boros kantánál? Nincs jobb perspektíva a szívó lopónál, sem jobb üllő szátva a telehordónál. Mihelyt vizet iszom, gyomrom háborodik, lábam a bodroktól ing és tántorodik. Aki vizet iszik, mind elnyomorodik, ha lagziban van is, szíve szomorodik. Jó a bor, a víz is, de mértékletesen kell innyam mind a kettőt, hogy el ne temessen. A sok borital túl az ágyvelő kábul, az ész is a főbe, ha ott van, elcsábul. A víz is, ha sokát iszol, erőtlenít, de még így is, mint a bor, úgy meg nem szégyenít. De legyen bibliai vonatkozásban bármilyen misztikus szerepe is a bornak, a hétköznapokban mégiscsak ugyanaz az ital, amely vigadalmat, jókedvet, szenvedélyeket és bűnbeesést okozhat az egyszerű halandók számára. Így nem csak az ókoriak bakhusza, de a kereszténység baksusa is győzedelmeskedett a földiek felett. Így a szóban forgó vita során a szent és profán különös egyensúlya alakult ki a tanintézmények színpadán. Az elvilágiasodás folyamatához tartozott a profán végjátékok és istenparódiák megjelenítése is, és ez egyben együtt járt a bor és kultúrájának profanizálódásával. Ezt a folyamatot erősítették a népi hagyományokhoz kapcsolódó ünnepségek. Például a szüreti vagy farsangi mulatságok alkalmával előadott profán és vulgáris elemeket is tartalmazó népi bohózatok. A szüreti ünnepségek középpontjában a bor dicsérete, a jó termésért való könyörgés állt, és áll a mai napig. Nem meglepő tehát, hogy Tokaj hegyalján a népi hagyományokból táplálkozó előadásokban megjelent Bacchus személye is. A nemzeti identitás keresésének és kifejezésének formái a népi gyakorlatok, hagyományok felelevenítésében és erősítésében jelentkeztek. A tánc, a zenei kifejezés, a népi viselet felfedezése és előtérbe helyezése tudatos folyamat volt, amelyben fontos szerepet kapott a Sárospataki kollégium is. Az iskola tanárai, prédikátorai befolyással voltak a mezővárosok népi szokásainak alakulására. Így nagyban hozzájárultak
baksus alakjának formálásához is. Csak úgy, mint az a korabeli irodalmi program, illetve örökség, amely szintén a tudatosság jegyeit hordozta. A nemesi költészet felelevenítését célzó költők, mint például Pálóczi Horváth Ádám vagy Gvadányi József, illetve a tudatos nemzeti költői program, amit Csokonai Vitéz Mihály képviselt, a tokai bor mitológiának és Bacchus személyének alakításában olyan szerepet kapott, mely nem csak helyi szinten befolyásolta a borvidék helyzetét. Igyunk, barátim! A komor búlángja nem csatázik, ha mádi borral a gyomor, a kis pokol megázik. Igyál, ne a szőlő gerezd levével öblödet ferezd! Vígadj, öcsém! Ma holnap zsákjába dughat a pap. Mi gondod a továbbira, s világot hogy éled? Tekint csak-e jó mádira, szíved tudom megéled? Más hadd gyötörje a fejét, töltvén boron esztendejét. Éljünk rövid napunkkal, múlatva víg igyunkkal. A baksus úr pincéibe magam leszek vezértek. Nunc est bibendum, ennyibe Horáccal egyetértek. Igyunk, ebb aki nem barát. Tegyünk le minden maskarát, s már most, no, pokulátim, igyunk, vidor barátim. Azzal, hogy a magyar költészet egyik legszínesebb életművét hátrahagyó lírikus foglalta verseibe a tokai bort és annak termővidékét, méltó helyet teremtett nem csak e vidék, hanem az egész magyar borvilág a borköltészet számára is a magyar költészet polcain. A költészetében összefonódó sokféle szín, így a népies hangvétel is, hozzájárultak ahhoz, hogy a bor és termékenység isteneként érkező, majd idegen karakterjegyeket magára szedő Bacchus és kísérete, ledobva ezeket, huszárruhát öltsön. Története pedig asszimilálódjon a polgárosultabb iparos réteggel, értelmiséggel és deáksággal rendelkező hegyaljai mezővárosok hagyományaiba. Új elemként beépülve ezzel egy régi gyökerekből eredő, de megújulni mindig képes népművészet. Boldog lehet szerencsés Magyarország, derűs éghajlat fürdeti tájad. Kerekvilágon sehol gazdagabb föld, termékenyebb táj nincs a tiednél. Van-e vidék, amelynek venyigéje különb bor termel, s tüzes csatával nem győzöle a jó latin borocskán? Az amatos borokban szinte fürdesz, szőlőben, sáfrányban, hiába gazdag, Kis-Ázsiát is biztos, hogy legyőzöd. A fürtök versenyén eléd nem állhat fölényes arccal Lesbos édes fürtje. Szicílián is csak tenéked adná biztos a nyertesnek kiáró pálmát. De mit tovább a láciumi borral, mérjük bár szigorral, a jó szerémi versenyre kell, dicsérik is mindenhol a nektár íztől illatos nedűjét.